Szervusztok, szeretettel köszöntek benneteket a Monitor konyhájába. Az egyik kedvenc szendvics alapomat, egy bagettet fogunk készíteni előtésztával. Elkészítem az előtésztát, hideg víz, belemorzsolom az élesztőt, egy kicsit összekeverem, hogy feloldódjon az élesztő, hozzáadom a lisztet, összekeverem, és lefedve másfél-két órát pihentetem. Kenyérsütőben fogom bedagasztani, alulra a vizet, abba bele az élesztőt, az elkészített előtésztát, hozzáadom az olajat, a lisztet és a sót. Kenyérsütőgépbe 10 perc alatt puha lágy tésztát dagasztunk bele. Megkelt a bagett tésztája, elosztom három részre, összegombócolom, és megformázom a bagettet. Kézzel egy kicsit kilapogatom. Felhajtom, és tenyerem élével lepréselem. Megint felhajtom, megint lepréselem. A végső hajtást is rápréselem, és fogom, és kisodrom a bagettet. Buzadarával meghintem a nyújtólapot, és abba meghempergetem a bagetteket. Ide készítettem a bagettsütőlemezt, belerakom, ügyelünk arra, hogy alul legyen az összesodrás. A sütő előmelegítve, letakarva 20-25 percet keresztjük, és utána mehet a forró sütőbe. Ha nincsen bagettsütőlemezünk, sütőpapírból formázunk mélyedést, és abba kelesszük, utána tegyük át egy tepsire, és a forró sütőbe rakjuk be. Megkeltek a bagettek, bevágom a bagetteket egy éles késsel. 30-35 perc alatt készen ropogósra sütjük. Megsültek a bagettek, egy kicsit hagyjuk pihenni, de azért nézzük meg, kopogtassuk meg az alját, ha kopogós, üreges hangot ad, akkor megsült. Jó étvágyat hozzá, nagyon finom szendvicseket lehet belőle készíteni.